estét kívánok, köszöntöm Önöket! Szeptember 5-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Felavatták Győr-Szent Ivánon az új kerékpáros gyalogos hidat, a beruházás 320 millió forintba került és a kivitelezés egy év alatt valósult meg. Meg kell lenni mindent és meg kell fogni a munka végét, mondta Erzsi néni, aki a napokban ünnepelte 100. születésnapját, csütörtökön délelőtt pedig Borgai Zsolt, Győr polgármestere és dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő köszöntötte fel. Híradónkkal egy időben már javában zajlik a második győri filmnapok a városban. A tavalyi nagy sikerrel lezajlott első rendezvény után ismét gazdag programkínálat várja a filmszerető győrieket és Győrbe látogatókat. Felavatták Győr-Szent Ivánon az új kerékpáros gyalogos hidat. A beruházás 320 millió forintba került, és a kivitelezés egy év alatt valósult meg. Az M19-es út felett átívelő hidat a városrészben élők kérésére építették meg önkormányzati forrásból, mondta Borkai Zsolt, Győr polgármestere. Az átadó ünnepségen elhangzott az építmény tervezés és kivitelezés szempontjából igazi kuriózumnak számít, ami egyedülálló nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Az átkelést különböző módokon teszi majd meg itt a hídon, természetesen. Azt kérjük Önöktől, illetve majd a helyi lakosoktól, hogy azért a természetes módon keljenek át a hídon, de ezekkel a mozdulatokkal. Különleges attrakció a lezárt M19-es autóúton, néhány méterrel odébb ível át a vadonatúj kerékpáros gyalogos híd, ami jelentősen megkönnyíti az itt élők hétköznapjait. 2017-ben a közmeghallgatáson a Szent Iváni lakosok eljöttek, és azt mondták, hogy az M19-essel Szent Iván tulajdonképpen kész részre szakadt, és a környéken élő emberek az egyik oldalról a másik oldalra nem tudnak átmenni, vagy ha át tudnak, akkor csak nehezen és kerülővel. Aztán kijöttünk a helyszínre, és itt egy kicsit felháborodott lakosok mondták, hogy polgármester úr, ezt szeretnénk most, hogy már megoldódna, hiszen nem csak arról van szó, hogy nagyot kell kerülnünk, hanem arról is szó van, hogy egyébként sokan életveszélyesen kelnek át ezen a szakaszon. A helyszín felmérése után a szakemberek végül találtak egy olyan megoldást, amely minden szempontból megvalósítható. Van egy megoldás, igaz, hogy nem személy gépkocsiknak, de mégis olyan megoldás, ami itt a itteni helyi lakosoknak nélkülözhetetlen, azaz kerékpárral és gyalogosan át tudnak kelni, és egy egyedi megoldással mindenképpen, hiszen egy tartó pillérről van szó, ezt a fajta problémát meg tudjuk oldani. Elkezdődött a beruházás, mintegy 320 millió forintból sikerült megvalósítani, költséghatékony, és valóban remélem, hogy nagyon sokan fogják majd itt használni. Simon Róbert Balázs, a térség országgyűlési képviselője kitért arra, hogy az elmúlt 5 évben a megígért fejlesztések befejeződtek Győr-Szent Ivánon. Hogyha visszatekinthetek egy picit az időben, akkor 2014-ig mennék vissza, hiszen egy országgyűlési képviselő életében is mindig nagy öröm az, hogyha a választó körzetében fejlesztések, beruházások valósulnak meg. És 2014-ben, amikor polgármester úrral, dr. Sík Sándor képviselő úrral, illetve a lakókkal beszélgettünk, akkor több olyan célt is megfogalmaztak, amelyből gyakorlatilag mindegyik megvalósult. A most megépült híd újra összeköti a két település részt, úgy, hogy az itt élők biztonságosan közlekedhetnek. Tulajdonképpen a híd nem csak egy gyakorlati és működőképes használható összekötetés lesz, hanem ez valójában egy szimbolikus összekötetés is, ami azt jelenti, hogy ez a városrész, ez a Kálmán utca felső része, a Kishegy, az Újmajor, Szent Ivánnak a szerves részét képezi, és ez az összekötetés ez azt mutatja, hogy a város foglalkozik ezekkel a területekkel is, foglalkozik azokkal is, akik ezeken a külsőbb, peremkeleti részeken élnek, és ez mindaz bizonyítja, hogy megvalósult az elmúlt időszakban a kisegyi buszforduló megvalósítása, átépítése, megvalósult az aszfaltozás egészen a Győr tábláig, a Kálmán-Imre utcában, és a kisegyi is aszfaltozásra került. A városnak a célja, és nekünk is az a célunk, és polgármester úrral közösen gondolkodunk ebben, hogy Szent Ivánnak is minden részén legyen valami fejlődés, hogy az elmúlt 13 évben is megtörtént. A híd statikailag olyan elemekből áll és olyan kivitelezési eljárással készült,
ami Európában is egyedülálló. Mi a specialitása ennek a hídnak, amit mindenki lát, van ez a kék főtartó, ez egy aszimmetrikus főtartó, ami miatt statikailag ez egy elég komoly kihívást, illetve méretezési feladatot rót a kollégára. Elkészítettük a engedélyezési terveket, ezután választottuk ki a kivitelezőnket, és hát egy olyan kivitelezőt találtunk, akivel már többször dolgoztunk együtt, ő szintén nyitott ezekre az új dolgokra, és hát gyakorlatilag mindenkit kihívás elé állítva, de végül létrejöhetett ez a jelenleg itt látható műtárgy, ami igazából ugye gyalogos kerékpáros közlekedésre való, tehát itt tolt kerékpárral lehet közlekedni, hiszen a mindkét oldalon az utca miatt, az útnál a családi házak közelsége miatt nem lehetett olyan rámpát építeni, hogy ez hajtott kerékpárral megoldható lenne. De mi úgy gondoljuk, hogy tolt kerékpárral is jelentős biztonsági javulást jelent az itt lakóknak, akik a két városrész között szeretnének közlekedni. A hagyományok szerint ahhoz, hogy egy új híd hosszú életű legyen, hordót kell gurítani rajta, amit meg is tett közösen a polgármester és a Szent Iváni önkormányzati képviselő. Meg kell lenni mindent, és meg kell fogni a munka végét, mondta Erzsi néni, aki 8 éves kora óta dolgozik. A Győr-Szent Iváni asszony a napokban ünnepelte 100. születésnapját, csütörtökön délelőtt pedig Borkai Zsolt, Győr polgármestere, és dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő köszöntötte fel. A családi ünnepségre Erzsi néni reggel friss rétest és sós süteményt sütött, hogy saját készítésű harapnivalóval tudja megkínálni vendégeit. Megjött a polgármester úr is, meg a Sanyi is. Csókolom. Kedvi csókolom, segítek, várjál, de nem kell ez. Köszönöm. Kedvi csókolom, hát Isten értesse sokáig. Hát jó erőben és egészségben, jó sokáig. Jó, van. Hallom, hogy reggel 7-kor már menj sportolni, azt hallottam. 7-től 9-ig. Jó van, szuper. Hivatal! Hadd adjam közben oda ezt, jó? Fogadja szeretettel ezt a kis virágot tőlem. Na ez aztán nem kis virág. Nem. És jó illata is van. Jó illata is van. Meg ezt is fogadja. Tudom, hogy ezt az információt kaptam, hogy ezt nagyon tetszik szeretni. Bár az olyan rétesét is nagyon sokan szeretik, azt mondta, valamit kér, valamit elárultak, hogy valami saját kezében. Erzsi néni már kora reggel felkelt, megsütötte a túrós és meggyes rétest, a sós süteményt is ő készítette. A 100. születésnapját ünneplő asszony kiváló egészségnek örvend. A mai napig sokat segít a szomszédos vendéglőben, diót, mogyorót tör, lekvárt főz és kézi munkázik. Szeretnék már kötni. Pulóver, ilyesmit. És a rétest is elkészítette, igaz? Hogyha jól tudom. Rétest. Rétest. Mit csinálom én? Csak a sütőm már nem olyan, mint köllene. Ebben már nem igen. Már ma is reggel mentem a Győrhöz, 6 órakor meg lett a rétes. És hogyha már a rétesnél tartunk, Erzsi néni azt is elmesélte, hogy a II. Világháborúban még az orosz katonáknak is megsütötte a magyar édességet. Ráadásul annyira jó sikerült, hogy kis hián elvitték az akkori Szovjetunióba. Szerencsére erre nem került sor. Egy fia, 2 unokája és 3 dédunokája van. Fia is arról beszélt, hogy édesanyja minden pillanatban csinál valamit. Mindig aktív volt, ugye tudom mondani, tehát voltak földjeink, nem nagyok, de szöllő, kukoricaföld, stb. Oda is jár dolgozni, helyi kertet is műveltük. Meg hát tartottunk régen állatokat is, ugye, amit saját használatra, vagy hát élelmezés célból, mindig tevékeny volt, tehát mindenkinek segítőkész minden. Unokái gyakran látogatják, és amiben tudnak, segítenek a ház körül. Még emlékszem rá, hogy engem gyerekkoromban nagyon sokat kísért az óvodába, ennek mindig nagyon örültem, hazafelé mindig jókat beszélgettünk, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen jó egészségben találta ez a 100 éves életkora. Nagyon büszkék vagyunk rá, örülünk neki, hogy még nagyon aktív, még a szomszédba is jár segíteni, kertbe kibóklászik, ha más nem, akkor az apunak mondja, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, mit nem szabad ne csinálni, úgyhogy rendet tart a ház körül. Úgyhogy tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy öröm ez az egész családnak. Erzsi néni szerint hosszú életét 2 dolognak köszönheti, mindig mindent megevett, és keményen, becsületesen dolgozott.
Híradónkkal egy időben már javában zajlik a második győri filmnapok a városban. A tavalyi nagy sikerrel lezajlott első rendezvény után ismét gazdag programkínálat várja a filmszerető győrieket és a győrbelátogatókat. Igazi csemegékkel készülnek a szervezők, például a városban mutatják be először a felújított 1934-es meseautót, vagy épp a Tanú című film cenzúrázatlan változatát. A filmek mellett kísérő programok színesítik a második győri filmnapokat. Egy évvel az első győri filmnapok után újra minden a filmekről szól a városban, ugyanis Győrben ismét megrendezik a nagy sikerű filmmustrát szeptember 5-e és 8-a között. Erről számolt be dr. Fekete Dávid még hetekkel ezelőtt egy sajtótájékoztatón. Az alpolgármester kiemelte, tavaly sokakat vonzottak a szabadtéri filmvetítések, ebben az évben több kuriózumnak számító alkotással is készülnek. Idén egy nagyon fontos kuriózummal készülünk, hiszen a meseautó 1934-es változatát az idei évben restaurálta a Magyar Nemzeti Filmarchívum, és ennek örömére mi ezt elhozzuk ide Győrbe, elsőként a győri közönség láthatja a digitálisan felújított meseautót, ami azóta is közönségkedvenc, és tudjuk azt, hogy remake-je is készült, angol és magyar is, és természetesen nagyon büszkék vagyunk erre az alkotásra. Biztos vagyok benne, hogy a megnyitó után nagyon sokan lesznek itt, akik megnézik. Ezen kívül még mindenképpen kiemelném, hogy itt a Széchenyi téren lesz látható a Tanú cenzúrázatlan felújított kópiája is, tehát egy izgalmas filmtörténeti csemege, és természetesen olyan filmeket is vetítünk, amik napjainkban az elmúlt években készültek, és igyekszünk hozzájuk olyan közönségtalálkozókat is szervezni, amelyek még érdekesebbé teszik ezt a programot. 2016-ban a Magyar Hangosfilm plakátjai kiállítással kezdődött egy gyümölcsöző kapcsolat a Magyar Nemzeti Filmarchívum és Győr között. A második ízben megrendezendő filmnapok pedig azt bizonyítja, a város aktív részese lett az ország filmes vérkeringésének. Mondhatom azt büszkén, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívummal egy nagyon jó szakmai kapcsolatot tudtunk kialakítani az elmúlt időszakban, és az is bizonyítja ezt, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívum egy kiemelt partnere a második győri filmnapoknak is. Ugyanebben az időben zajlik egyébként a budapesti klasszikus filmmaraton, és ez a nagyszabású filmes rendezvény, filmes fővárosi rendezvény két erős szakmai partnerrel rendelkezik város szinten, ez pedig Győr és Eger városa. Én azt hiszem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy az ország filmes vérkeringésébe Győrnek és sikerült bekapcsolódnia. Tavalyi képek a filmnapokról. A Széchenyi téren zajló filmvetítéseknek nagy sikere volt az érdeklődők körében, de nem csak a filmek, a különböző kísérő programok is vonzóak voltak. Ez idén sem lesz másként, hiszen a második győri filmnapok egyik főszervezője a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közönségtalálkozókkal, improvizációs előadásokkal, diafilmvetítésekkel és kiállításokkal is készül. Úgy gondoljuk, hogy mint múzeum nem csak a filmvetítésekre fókuszálunk, hanem különböző kiállítások és közönség találkozók kapcsán szeretnénk ennek a kulturális töltetét még inkább hangsúlyozni. Úgy gondolom, hogy a filmnapok remek lehetőség arra, hogy akár a múzeumi gyűjtemények is új fókuszba kerüljenek, így lesz egy olyan programunk, amely a Győri Madás gyűjteményt, amelyet intézményünk őriz, mutatja be az érdeklődők számára egy tárlatvezetés formájában. A jól bevált helyszíneken ezúttal sem változtatnak a szervezők. A Széchenyi téren és a Rómer házon kívül a Szent László látogató központban találkozhatnak majd különleges programokkal az érdeklődők. Többek között Borsos Miklós 77 alkotása is látható lesz a hétvégén. A művész úr kötődik Győrhöz, kötődik az élet problémáinak a feldolgozásához, és erre az ember tragédiája egy kitűnő lehetőség, és ezt ő meg is ragadta. 77 kép készült ezzel kapcsolatban, amelyik egy kiadványban is megjelenik, és kiállított képekben. Az már most is a napokban is látogatható. Ember tragédiájának a rendezője is megjelenik a filmvetítés után. Tudjuk, hogy Jankovics Marcell. Én azt gondolom, hogy élményszerű az, hogy lehet vele találkozni és meghallgatni gondolatait. Híradónkkal egy időben már javában zajlik a második győri filmnapok. Az érdeklődőknek azonban nem kell izgulnia, hiszen egészen vasárnap délutánig gazdag programkínálattal készültek a szervezők. A filmvetítésekkel kapcsolatos információ, hogy ezek ingyenesek és a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 400 ezer forintos támogatást kapott a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron megyei egyesülete. Az egyik nagy áruházlánc országos pályázatán nyerték el az összeget, amit csütörtökön délelőtt vehettek át Győrben.
Az Ön választ, mi segítünk pályázati program célja, hogy jótékony célú helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson, amelyekkel a helyi közösségek számára legértékesebb törekvések valósulhatnak meg. Szeretném megköszönni a pályázatokat, amit ebben a témában láttak. A vásárlói döntés szavazatok értelmében önöké lett az első hely. A Tesco győri áruházának vezetője adta át jelképesen azt a 400 ezer forintos támogatást, melyet a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezete nyert el egy pályázaton. A Tesco-nak minden évben van egy olyan pályázata, hogy önválaszt mi segítünk, és itt nagy mértékben a lakosság segítségen van a hangsúly, hiszen ők döntik el azt, hogy a pályázó szervezetek közül ki az, aki nyerni fog. Amikor sikeres egy pályázat, akkor megyenként több szervezetet kijelölnek, akikre a lakosok a vásárlásokat követően kapott kis kuponnal tudnak szavazni, és nagyon-nagy örömömre szolgált, hogy ebben az évben nem csak a megyében, hanem országosan mi gyűjtöttük a legtöbb szavazatot, ezért a győri lakosoknak nagyon-nagyon köszönjük a segítségét az Egyesületünk nevében. Elmondható, hogy jó helyre került a támogatás, hiszen a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan emberek rehabilitációjával foglalkozik, akik részben vagy teljesen elvesztették látásukat. Erről szólt a pályázatuk is, amivel az összegre pályáztak. Most a pályázatunk arról szólt, hogy fűz velünk gyöngyöt, ismerj meg bennünket, hiszen a körzeti csoportjainknál és a győri csoportnál is működik gyöngyfűző szakkör, és itt a szinte teljesen sötét vak sorstársaink is olyan csodákat készítenek, amit örülnénk, hogyha megismernék, de a szélesebb körben megismernék. A célcsoportunk most a gyerekek. A gyerekeket én egészen 18 éves korig értem. A kicsiknél például a gyöngyfűzés nagyon jól tudja a finom motorikát fejleszteni, és jó látni az, hogy aki még soha nem fogott gyöngyöt gyermek, az is úgy mondom, hogy élvezi azt, amit létrehoz, és különlegesség ennek a pályázatnak, hogy amit megfűznek, az az övüké is lehet, mint egy kis emlék. Az Önválaszt, mi segítünk pályázati program célja, hogy jótékony célú helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson, amelyekkel a helyi közösségek számára legértékesebb törekvések valósulhatnak meg. Arról kérdezte híradónk az Egyesület elnökét, mire költik a pályázaton nyert összeget. Ez a 400 ezer forintot mi több mint valószínű, hogy anyagköltségre, illetve oktatóanyagoknak a megvásárlására fogjuk költeni, hiszen ugye, mint mondtam, el is lehet vinni a karkötőt, nyakláncot, fülbevalót, amit a gyerekek elkészítenek, és ez a 400 ezer forint ez erre fog elmenni. Egyébként a gyöngyök meg a hozzávaló eszközök ezt tehát rá fogjuk költeni. 200-300 látássérültet szeretnének ebbe a körbe bevonni, nekik nagy segítséget nyújthat ez a törekvés. Az érzékenyítő programokat tovább is folytatná az Egyesület, melynek nagy sikerei vannak az elmúlt időszakban, zárta az elnökasszony. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, szeptember 6-án, péntek este, 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.